Szegeletéből van Csinód, vagy Egerszék, és az egy olyan, hogy a Székelyföldön is tud, a Mancskában valahol 2006-ban vezették ki a szám villanyára. Azóta még nem vezették ki, de azért... Folyamatban van. Igen, már dolgoznak rá. Én a mint hogy egykoron Mária elment Erzsébethez és elvitte magával a szeretetet, így hozta egy Csaba testvér is a szeretetet Székelyföldről, Székely-Szabarra. Jó szívvel érkezett? Nagy nagy örömmel, nem is tudtam, hogy van ilyen nevű helység, és erről volt számomra idejönni és látni, ilyen sokan összegyűltek. Évtizedek óta tart szeretet missziója, egy hosszú út a végtelenbe, mondhatnánk a könyvei után szabadon. Hol tart ezen az úton? Én azt gondolom, hogy mindig minden lépéssel reméljük, egy közelebb vagyunk egyel a mennyországhoz egy nappal. És azt hiszem, hogy akkor, ha ezen az úton járunk, akkor jó úton járunk, mert jó a cél, jó felé megyünk. És az a jó, hogy együtt vagyunk, annyi testvér van itt is, tehát ugye mondta is a polgármesternek, hogy mondta, hogy 6-700 lakósa van a falunak, hogy mindenki eljött. Aztán mondta, hogy ennél többen voltak, mert szomszéd falakból is eljöttek. Tehát milyen jó, hogy együtt lehetünk, és jó testvérekként együtt dicsérhetjük az Istent. Persze, hogyha a napjaink politikai és gazdasági kultúráját nézzük, és azt a migrációs missziót, ami elindult a világban, átértékelhetünk szinte mindent. Ön hogy tekint ebbe a kusza világba jelen állásszal? Hát én szoktam mondogatni, hogy a Jóisten ezt a földnevű projektet több mint 5 milliárd éve futtatja. Hát biztos, hogy volt sok nehéz perce, de valahogy mindig kibogaszt a dolgok, és tovább ment az élet. És én most is bízok abban, hogy van jövő, ugye Szent István király, ami népünket a boldogságos szűzanyára bízta, és hát biztos volt Mohács, meg Trianon, meg biztos a haja is énekelt szűzanyának, de mindig tovább vitte, és lám-lám, hát itt van 30 év eltelt, senkit hitéért, világnézetért nem öltek meg Kárpát-medencébe. Tehát olyan szép ruhákba járnak az emberek, szép autókkal, olyan finom ebédekre hívogatnak. Én azt gondolom, hogy sokkal-sokkal boldogabbak kellene, hogy legyünk, és hát ugye mindenkit én arra bíztatok, hogy merjen leírni a maga magnifikátját, ugye a hálaadó énekét, hogy annyi mindenért tartozunk hálával a gondviselő Istennek, hogy ez az öröm, ez a jókedv, ez a derű, ez a vidámság kellene azt hiszem belakja a mi szívünket. Kegyet gyakorlunk, amikor szeretetet adunk, vagy teljesen másképp kéne ülnünk ezen a lovon, hisz a szeretet járna szinte minden embernek, akikkel kapcsolatban áll. Én mindig azt mondom, jó dolog szeretni, jó dolog jónak lenni. Tehát én annyi minden, mindannyian kipróbáltunk ezen a földön, de őszinte legyek, a legtisztább öröm akkor volt a szívemben, mikor önzetlenül valami jót tudtam tenni. Tehát én, ha magunkat szeretjük, már tiszta önzőségből is jó kéne legyünk, és a szeretet útján járjunk, mert
ebben valamit megeszik, vagy felvesz, vagy birtokol, vagy elér. Hát ez olyan múló öröm. De szeretet nem szűnik meg sohasem. És adni jó. Többször is mondta a mai prédikációban. Kivált kép azoknak, akik rászorulok, már pedig Déván, akikkel ön foglalkozik, gyerekekkel, több mint 2000-rel, nagyon ráfér a szeretet valamennyire. Hát én azt gondolom, mindenkire ráfér. Tehát látom sokszor egy gazdag embert is. Jól esik, ha tisztelünk, ha becsülünk, ha kedvesen szólunk hozzá. De logikus, hogy aki nagyon mélyen van, aki megtapasztalta az úton a koldulást, meg hasonlókat, hát azokat is fontos és jó dolog felemelni. Én azt látom, hogy eddig több mint 6000 gyereket fogadtam be, hogy Isten selejtet nem teremt. És az azért is jó dolog ezt tudni, mert minket is, mindannyiunkat az Isten teremtett, hogy te se vagy selejt, te is Isten drága, remek műve vagy, ajándék vagy a környezetednek, körülötted élő emberek számára. És az jó, hogyha ezt az ajándék létünket ott, ahol vagyunk, megéljük. Nagyon sok kis rajzot hozott magával, és hát azokat a könyveket, amelyeket az elmúlt időszakban írt, gyakorlatilag ezek ilyen szeretett morzsák, amelyeket jó magukhoz venni az embereknek. Sorba álltak, dedikáltattak, gyakorlatilag hazavittek egy kis Bőke Csabát. Hát én úgy tartom, hogy Isten ad nekünk fűrjeket, vagy adott a zsidó népnek, de azt szépen össze kellett szedjék, meg kellett kopasszák, meg főzzék, meg elkészíteni. Tehát, hogy mondjam, Isten is szeret bennünket, de azt akarja, hogy mi is küzdjünk. Most én nem akarok a gyerekeknek csak úgy, na tessék, messze mindenki kap nyárára pénzt, hanem oda raktam, hogy rajzoljanak gyerekrajzokat, a család éve van, hát miért ne dekorálnánk a családi otthonainkat sok-sok gyerekrajzzal. Na és mondtam, 1 euró darabja. Hál' Istennek tényleg sokat el tudtunk adni. Most ugye a pénzt logikus hazavisszük, tehát a kollégáim tudják, hogy ki hányat rajzolt, és akkor az alapján megkapja a kis zseppénzét. És ez, hát na, ösztönzi arra, hogy valami szépet csináljon, mert úgy látom, hogy a mai világ olyan prózai lett, olyan szürke, olyan, hogy mondjam, olyan hiányzik a poézis, a jókedv, a művészet az életünkből. És ugye a gyerek, hát a kis fajlalti, hát összeszedi minden művészi vénáját, és tényleg alkot valamit. Család éve van, és hát ott benne az alapítványnál talán nem készülnek olyan képek, amelyen apuka, anyuka és a kisgyermek van. Ezzel szemben nagyon sok családban megadatik a gyermeknek az öröm, hogy ott van az édesanyja és az édesapja. Ön üzent az apáknak, a leendő apáknak, hiszen egy kimutatás szerint 40 alatti férfiak 70%-ának nincs még gyermeke. Itt az idő, hogy felelősséget vállaljanak. Igen, én azt próbáltam elmondani, hogy tehát nem csak arról van szó, egy gyerekkel több van, hanem az a férfi, aki felnő oda, hogy édesapa legyen, hogy ölve vesz egy gyereket, akiért ő felel, és akiért törődik. Ugye hát én nem vér szerinti apa vagyok, hanem úgy, mint Szent József, mennyi, hogyha rábízta a kis Jézus. Tehát ilyen értelemben érzem, ilyen József értelemben apának én is magamat. Én azt gondolom, hogy ez szárnyakat ad az embernek. Tehát olyan kaput nyit ki a gyermeked, mosolya a te szívedbe, amiről te nem is tudtál. Olyan források fakadnak fel egy férfinak, egy nőnek a szívében, mert nem csak egy gyerek születik, hanem egy édesapa is, egy édesanyja is, amikor a világra jön a kisbaba. A felelősség apának lenni? Édes teher. Persze, most ennyi gyereknek elég nehéz, gondját viselni, de én azt láttam, hogy tényleg Isten selejtet nem teremt. Akkor mondtam valakinek, hogy én a 6000 gyerek közül még egynek nem mondtam, hogy gyere ide, és ne jött volna oda. Szóval én úgy látom, hogy gyerek nevelhető, formálható, érdemes lenne foglalkozni. Na, Isten áldjon! Yeah.